Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! Minden év decemberében megindul a roham a bevásárlóközpontok felé, de hát ugye nem csak ruhákat veszünk, meg játékokat, hanem bizony karácsony közelettével a kisállat kereskedésekben is ugye megnövekszik a forgalom. Sokan találhatnak a karácsonyfa alatt kisállatot vagy egzotikus állatot, de hogy mi lesz később ezekkel az állatokkal, arról beszélgetek ma Demeter Attilával. Közeleg a karácsony, minden ilyen ugye nagyobb ünnep közelettével megindul a roham, és akkor aztán most már elérhetővé váltak azok az állatok is, amiket egyébként eddig csak a National Geographicon, meg a tévében, meg itt-ott mindenféle fórumokon láttunk, és meglett az a vásárlói réteg is, aki még mondjuk meg is tudja ezeket az állatokat fizetni, csakhogy. És itt jön a csakhogy. Ez így van, ahogy gondolod, hogy is az állatok széles palettája szinte válogatni se lehet. Én amikor kezdtem ezt az egész állatos szakmát, én akkor voltam kb. 4 éves, ez 1983, na akkor a legnagyobb exotikus. A tyúk! Ja, az én különnyen nőttem föl, a vörösülő ékszertekmus, úgy az volt a hüllő. Illetve volt guppi, platti, ilyesmi. Megváltozott én is azt gondolom az állattartás, azért azt, én azt kijelenthetem, hogy a többség mindenkit ismerek Magyarországon, aki állattartó, kis túlzással, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért a nagy többség egy normálisan gondolkodó, felelősséggel gondolkodó állattartó, aki azért vesz ilyen állatot, mert szereti. Ugye az egyik pszichológus, az ki is fejtette egy itt művében, most sajnos elfelejtettem így a két Covid után, hogy ki volt az, hogy az állatok puszta látványa egy megnyugtató az ávének, és ez valóban így van, ugye akinek van akváriuma, úgy tévézik nem csak a macska, hanem ő is. Visszatérve az egyik Facebook csoportban, ami számomra elég kedves, ott folyamatosan hirdetek mindenféle egzotikus állatokat, illetve egyébként, hogy csak az északi szomszédunkhoz megyünk, hogy gyakorlatilag minden legális. Azért szerencsére Magyarországon a veszélyes állattartási törvény az egy nagyon részletesen kidolgozott, szükséges dolog. Tehát van egy kis katyva az benne, mondjuk azt azért hozzáteszem, hogy én szerintem az én véleményem nem tökéletes, de igenis kell, ugyanis szlovákoknál mindent lehet tartani, tigristől kezdve bármit, és oda átmész, akkor megveszed, de Magyarországon is, például ugye a Bennett kenguru, amitől félünk, hogy be fogják tiltani, mert gyakorlatilag 100 000 forintért megveszed, és utána ugye, hogyha egy ilyen megszökik, akkor a híradás azonnal rácsap, vagy mondjuk 5 évente egy aligátor teknős, aki még soha senkit nem harapott meg a természetben, akkor ugye az lesz, hogy a vérengző teknős és hogy a felelőtlen gazdik. Illetve megjegyezném, hogy számomra nagyon kedves kígyófaj, ez a kaliforniai királysikló csoport, ez a Lampropeltis Getula csoportot, ezt tavaly augusztus 3-án az EU egy spanyol képviselő beadványa eredményeképp inváziós fajnak tekintette az Európai Unióban, és idén augusztus 3-áig lehetett eladni a kereskedőknek a meglévőket. Ez azt jelenti, fogságban, amik vannak ebben a Getula fajcsoporton belül lévő állatok, halálukig tarthatod, és utána szigorúan tilos, illetve már tenyészteni ezt tilos tavaly augusztus óta. Ennek ez az az oka, hogy ezt tudtuk már, hogy évtizedek óta a Kanári-szigeteken elengedtek felelőtlen állattartók néhány ilyen kaliforniai királysiklót, aki ugye tökéletes életkörülmények között a helyi gyíkokat elkezdte kizabálni. Ő nincs természetes ellensége, és gyakorlatilag ezért szerintem nem meggondolt módon is egyeztetéseket nélkülözve az egész unióba betiltották, hiszen gondold el, Magyarországon elengedünk egy Kaliforniát, vagy a svédeknél, az nem csak ugye, mivel az unió része vagyunk, ezért a Kanári-szigetek is ugye spanyol felségterület, és ezért be van tiltva. Egyébként már pedzegetnek egyre több ilyen fajt, úgyhogy erre kell nagyon figyelni, és itt kérek mindenki, ne engedjünk el semmit. Ha esetleg vörösfülű ékszerteknős, vagy sárgafülű, vagy bármilyen megunjuk, azt vigyük az állatkertbe, vagy bármelyik természetvédelmi mentőhelyre, ott gondoskodni fognak róla, hiszen az egyetlen teknősfélünk, a mocsári teknős is kiszoruló félben van a nagyon agresszív, invazív, és már nagyon régóta természetben szaporodó ékszerteknősöktől. Egyébként nem megveri, vagy megöli. Az történik, csináltunk egy ilyen kísérletet egyszer, hogy raktunk be halat ékszerteknősök és egy ékszerteknős és egy mocsári közé,
három mocsári volt egy ékszer, raktunk be kaját, a mocsári teknős olyan kis bénán nevet, az ékszer teknős behabzsolt, és utána kiszedte még a mocsárinak is a szájából a kaját. Szóval ez az elképesztő... Tehát erősebb a túlélő ösztöne, vagy lehet ezt mondani gyakorlatilag? Abszolút, abszolút, illetve ugye, hogyha faunát hamisítunk, tehát hogyha bárhol a világon bárhol beavatkozunk, annak soha nincsen jó vége. Például még egy példa Belgiumban a tajvadi sávos farkú sikló, ez a téni úr a fízei, egy ugye táj van, tehát tényleg jó melegen kell tartani, és pár, és ezért. Képzeld el, hogy Belgiumban egy vasúti töltés, ugye ez a fekete bazalt kő, ezt baromira jó átmelegíti a nap, és ők ott letojtak, és ott kikeltek a kicsik, tehát találtak ilyet, de számos példa van erre egyébként, vagy például hozzátenném, és most engem meg fognak kövezni, majd kivágod, a házi macska Magyarországon, ugyanúgy hozzátartozik, hogy nem engedjük el, ugyanis én az én véleményem szerint, a semmi bajom, sőt szeretem a macskákat, de az én véleményem szerint ivartalanítva lakásban, ahogy ti is tartjátok egyébként, úgy jó tartani. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a vadmacska gyakorlatilag eltűnt Magyarországról, nagyon-nagyon kevés van. Ugye van erre megfelelő fajvédelmi program, de amikor folyamatosan kereszteződnek a házi cicával, akkor ez gyakorlatilag egy szélmalomharc. Illetve a macskát elütheti az autó, elkaphatja a kutya, és azért azt gondoljunk bele, hogy ilyen fájdalom, hogy mész ki reggel, és ott a macskát, mondjuk... Eltört nyakkal, és mondjuk a gyerekedet visszacsúlva. Ez szerintem még borzasztó, illetve, ami nagyon veszélyes, hogy a macskának van egy ülési dühe, amiről természetesen nem a macska tehát. Ők így vannak kitalálva, és aztán statisztikailag 10 percenként öl, és hogy mert ez a dolga, tehát nem gonosz, vagy rossz, vagy ilyesmi, mert szeretjük őket, csak egyszerűen megöli az összes énekes madarat, gyíkot, minden olyan. Ő nem ismeri a természetvédelmi törvényt, hogy mit szabad, mit nem. Ezért ugye vannak olyan országok, ahol egészen radikálisan avatkoztak be ebbe a macskatartásban. Ilyen például Új-Zéland, ahol gyakorlatilag a macskádat, ha meglátják a kertetbe, akkor olyan bírságot kapsz, hogy az valami egészen embertelen. Tilos őket tenyészteni. Ennek nem néztem utána, bevallom, de azt hiszem, hogy annyira a macska embargó van, hogy mi macska sem mehet be az állatkertbe, tehát tigris oroszlán, én ezt így tudom, bár javítsom, hogy valakit jár tévedek, de azt tudom, hogy a házi macskákra nagyon szigorú vonatkozás van, illetve a lengyelek azt hiszem tavaly inváziós fajnak nyilvánították a házi macskát, tehát egy invazív faj. Igen, de nagyon érdekes most, hogyha már így a macskára kitérte, hogy például Magyarországon vidéken szerintem egy kis faluban minden háztáji van egy macska, mert hogy elkapja az egeret. Igen. Ezt hogyan tudod, te érted, hogy mit akarok kérdezni, hogy ezt hogyan lehet szabályozni, vagy hogyan lehet, hát most bemész egy kisvárosba vagy faluban, látod, hogy ott sétálgat a macska, lóbálja a farkát, jól érzi magát, és nézi a kismadarakat, igen. Valami ellenmondás, én még természetvédés állatszerető, hogy a lóversenyen én ugye hajtottam 15 évig az ügetőn, és ott is volt három ügyeletes zabvigyázó macskáik, tehát hogy nekünk is kellettek a cicák fönn a zabosban, hogy az egérben rágja meg, és ugye ez az alapvető funkciója, hogy volt a kutyából is három, volt a pockos, ugye azért az a tacskó, meg a foxi, meg kotorékedek, igen. Meg volt a harmadik kutya, tehát ezért ugye a kuvasz a kerítésen átugrót, igen, a pockos a kicsi, igen. Ezt meg volt a harmadikat, azt nem is tudom, hogy hívják, Switcharo barátomtól tudom, és ez egy baromi nehéz kérdés. Én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet-e megoldani, halvány fogalmam sincs. Azt hallottam egy vadásztól, hogy Magyarországon beszélések szerint 3 millió cica van, aki úgy kóborol. Én azt mondom, hogy ez az első legfontosabb megoldás, hogy ezt átgondoljuk, és hogy legalább ivartalanítsuk a cicákat. Tehát, hogy ha van egy kandúrunk, az pláne azért is jó, mert a kandúrt alapból ugye, amikor bagzanak a lányok, akkor úgy jön haza a macska. Letépi az ajtót. Füle, tehát, hogy ugye mennek harcolni, mert ez a dolguk, tehát még egyszer mondom, hogy nem haragszunk rájuk, mert ők így vannak csinálva. Mint ahogy más állat. Tehát ez egy ösztön, erről nem tehetne. Tehát én azt mondom, először is ivartalanítsunk, és aztán szépen azt mondom, hogy úgy kikopnak, vagy hogy is mondjam. Ugye azért egy macska mondjuk, ha egy évben 4-8 kis cicát szül, azért az elég terjedelmes. Te hogyan szerettél bele ennyire az állatokba? Mert mondtad, hogy 4 éves korod óta ugye neked ez már most így a lételemed, és gyakorlatilag a hétköznapi életet is az állatok teszik ki. Igen, hogy 168 órát kb. Egy héten, innen is megyek majd egy szülinapra Óbudára, ilyen állatos szülinapra, viszek állatokat, és
Az úgy történt velem, hogy nem tudom. Tehát, hogy az mert első... mert a kiinduló helyzet, hogy a gyerekek szeretik az állatokat, büngyű, igen, de azután úgy elmúlik, aztán valaki tart állatot, vagy nem, de aztán te úgy benne maradtál ebben nagyon. Igen, a kutya az mindig, most is van kettő, Ágita meg Karcsi, tehát a kutya az abszolút, tehát az kutya. Szoktam mondani, hogy kutya nélkül lehet élni, de nem nagyon érdemes. Illetve volt nekünk is macska, minden egyéb, de valahogy sosem volt hörcső, nyúl, meg ilyesmi, nekem mindig valahogy zsigerből jött ez a teknős, hal, kígyó, és amikor volt a Lutra album, ez a az a panda, az elén, ez a zöld, hát nekem az volt a Biblia. Én azt minden nap olvastam, néztem, és álmodoztam a csoda ülőkről, hogy gekkó, meg kígyó, és hát most már, és akkor mondtam egyszer, nekem lesznek ilyenek, és hát lett. Igen, de te nyitottad, de közben nem változott, ez nem gyengült benned, hanem inkább erősödött, vagy segített az is, hogy elérhetővé váltak. Hát most legyünk őszinték, nem tudom, 30 évvel ezelőtt azért nem volt olyan könnyű kígyót tartani, vagy skorpiót, vagy madárpókot, mint mondjuk most. Igen, tehát 30 évvel ezelőtt egyébként szinte bármit lehetett kis túlzással tartani, és nem volt rá szabályozás, úgyhogy... Ja, hogy pont fordítva, tehát hogy ugyanígy tartott, csak nem tudtunk róla. Akkor mondjuk még azért nehezebb volt, de mondjuk a csörgőkígyó, ilyesmit azért meg voltak a források, és ez nem volt illegális egyébként. Hozzáteszem, hogy Magyarországon mondtam, hogy nagyon szigorúak a törvények, én egy picit enyhítenék, de kell, de azért nem ebben a formában. Mindegy, ez nem az én asztalom, tehát én nem, ezt majd a kiogászkodják, de egyébként nem, tehát azért meg lehet neki felelni, én úgy gondolom. Illetve magánszemély mondjuk tényleg, ha nem tart zöld anakondát, azzal sincsen sok bajom, mert az csak állatkert tarthat a törvény szerint, a szlovákoknál nem, tehát ott bárki bármi. És aztán, amikor ugye megnyílt a határ, meg a virág a 90-es években, akkor is azért voltak ezek a hát hatalmas egzotikum volt a gabonasikló, az afrikai házisikló, és aztán még illetve a boa. Egyébként a budapesti állatkertben, jól emlékszem, Molnár Gábor, aki ugye nagyon híres vadász volt és természetkutató, Dél-Amerikából ő küldte az első vörös halkú boát, az 50-es vagy 60-as években, de hát az is maga volt a csoda, illetve innen nem messze a Kígyó utcában a belvárosi akvárium, terárium, ami nekem az olyan volt, mint a nem is tudom, az araboknak Mekka. Tehát, hogy leültem, és így, úristen, emlékszem, hogy tengeri akvárium volt, agáma is, és akkor az ilyen csoda volt. Aztán, hát ilyen igen. Kicsit leerőztem ezt a kiállítást. Jó. Itt a karácsony nyakunkon, kis állatot szeretne a gyermek. Mi az, ami korfüggő, nem függő? Mi az, amit lehet, vagy nem lehet? Vagy mi az, amit te ajánlanál jó szívvel, nem ajánlanád? Igen, én karácsonykor, illetve húsvétkor, ugye húsvétkor nevelünk nyuszit, mert azért tényleg az van, hogy azt látom, hogy 10-ből mondjuk 9 az utána Facebookon van, hogy ingyen elvihető. Az egy picit olyan impulzus vásárlás, de a karácsonyra kapcsolatban kicsit most én eltérek a szokásostól, mert én azt mondom, hogy mondják, hogy nem szabad venni állatot, és hogy tilos. Én inkább azt mondom, hogy nyugodtan, ez tök jó, hogyha veszünk állatot a gyereknek, akár egzotikus állatot, csak utána nézni, tanulni, ugye magamat tudom ismételni, és Lenin elvtársat, hogy tanulni, tehát tényleg ez a legfontosabb. Szakirodalomból, illetve az interneten rengeteg cikk van, vannak csoportok, való segítőkész emberek, úgyhogy úgy látom, hogy eléggé már szakmaiasodunk. Elég sok vonalom. Nem feszélyes az a Facebook, meg internet, és akkor... Na, érted, mit akarok mondani, mert mindenkit azért Magyarországon is sok mindenhez értenek az emberek, valószínűleg a hüllőkhöz is, vagy azért ahhoz ez egy zártabb réteg, vagy csoport, hogy azért ez megbízhatóbb ilyen szempontból? Zártabb csoport, bár ott is azért olvastam bőtségeket, azért nem mindenkire hallgassunk, ugye azt sem mondom, hogy rám, ugye mondta Básti elvtárs, hogy a legjobb, amit szeretek magamban, az a szerénység. De azért nagyjából azt szoktam mondani, hogy 25 év alatt, ami rám ragadt, azért olyan nagyot nem szoktam félrelőni, illetve nagyon-nagyon sok embert ismerek, aki sokkal-sokkal okosabb nálam, és sokkal tapasztaltabb. Úgyhogy hál' Istennek ők vannak többségben. Aztán vannak ilyen félinfósok, hogy olvastam a Wikipédián, észtoszt,
Meghallottam, igen. Hallottam, egészen hajmeresztő dolgok jönnek azért szemben, még egy ilyen információ bomba, tehát hogy amikor ugye volt a pénzes Betlen könyv, és Beti bácsit nagyon-nagyon szeretjük, rettenetesen tiszteljük, de a 83-as terrorisztikai könyve, ugye úttörő volt ebben pénzes Betlen, egy zseni volt, imádom, ugye az akkori korszellemének megfelelően. Tehát 83-ban íródott, hát azért azóta eltelt 40 év. Igen, sőt, még előbb is írt bele, és ugye akkor egész más technikák voltak, tehát ez a szakma is ugye maga egy saját hibáiból tanul. Azok a megállapítások nem állnak helyt a mai nap, illetve szinte hónapról hónapra fejlődünk. Tartás technológiában, takarmányban is, és tudásban is, és tapasztalatban, úgyhogy visszatérve, nyugodtan lehet venni állatot karácsonykor, de ahhoz kell kor és nem függvény tekintetében pedig annyit mondanék, hogy azt a szülő tudja, te is tudod a kisfiadról, hogy milyen szinten van, én is tudom, és azt az ember... Félig, meddig magadnak veszed. Igen. Ebben biztos lehet a minden szülő, hogyha megöszi, akkor azért is hozzá kell szokni, bármi, és ez nem gond, mert mi is értem. Hát ez van, így van, igen, persze. Ez nem probléma, hogy kell aztán utána, hogy... Megsimogatja, szalad tovább, kész. Aztán az almot meg én takarítom alól a persze. Szóval mindegy év múlva, és nem értjük, hogy egy hétig, hogy van még mindig ott, mert anyukánk, nagymamánk az gondoskodt róla. Úgyhogy én abszolút hív vagyok, hogy vegyünk állatot, most lehet sokan megköveznek, de természetesen a legnagyobb felelősség tudattal. Tehát mondjuk egy gabonasikló ér 20-25 évig. Tehát azért nem úgy, hogy megveszem aztán a kuka, teknősök ugye legendásan hosszú életű állatok. Tehát ha veszünk valamit, mondjuk egy görög teknőst, azért 60-80 évig élni fog. És tehát azért ezekkel számolni kell. Az megint egy másik... Nagyon sokat vándorolnak ezek az állatok? Most úgy értem, hogy amikor te tapasztalatod alapján... Igen, ez az a vicces, hogy vannak kígyók, amiket már ismerek mondjuk 5 éve, és már a 10. gazdája láttam a Facebookon. Ezzel sincsen szerintem baj, hogy vesszük, cseréljük, adjuk. Meg ezek nem ragaszkodó állatok alapvetően. Tehát azt, hogy most a siklónak most éppen kirakja be az egeret, az neki pont teljesen mindegy. Teljesen mindegy, semmilyen kötődés nincsen. Én a varánusznál láttam valamiféle kötődés, de hát ugye a varánuszok azért legendásan különleges meg okos állatok, a hüllőkön belül, de pont nem érdekli őket, és a teknős is, és hogyha valaki vesz mondjuk teknőst, attól még nem rossz ember, nem rossz gazdi, hogy mondjuk, hogy... Két év múlva, öt év múlva mondja, elköltöznek, nem tudom hova tenni. Kopog, mert nem mondják el a kereskedésbe. Nem mondják el. A legnagyobb tisztelettel, tényleg az összes kereskedő előtt. De az amikor sokszor tapasztal. Üvegen kopog, meg az alja is kopog, amikor kikapak. Igen, és akkor vagy ott a törpe süni, aki egész éjjel megy, vagy a hörcsög. Hát ott nem tudsz aludni. És akkor a kislány majd úgy fog kinézni, mint aki egy hétig bulizott 6 évesen a ovis diszkóban, mert nem alszik szegény gyerek. Ezeket mind vegyük számításba, és hogyha odaadjuk a hiba, attól, hogy nem olykor rossz emberek vagy felelőtlenek, sőt, azt gondolom, hogy az a felelősség, a felelősséggel való gondolkodás, ha megveszem, rájövök, hogy ezek a dolgok mégse, de olyan helyre adom tovább, vagy eladom, vagy elajándékozom, vagy bármi, ahol tudom, hogy tuti biztos sok helye van. Szerintem menjünk így bele, teknős. Gyerek hazajön, teknőst akarsz. Jó, igen. Szerintem én onnan indulnék el, hogy ott legyen a gyerek, vagy ne legyen ott? Szerintem ott lehet a gyerek. Ezzel nincsen gond, hogy nem azt szeretném. Hogy válassza ki. Ilyenkor kicsit benne van a veszély, hogy ez olyan szépen úszik, és már érted is a problémát, hogy a teknős tartása azért nem egyszerű. Tehát nekem is vannak viziteknősök, imádom őket, de néha úgy vagyok, jaj már megint. Ugye azért annak komolyabb technikai berendezés kell, ugye te... A vizet cserélni, algásodik, szűrő. Pontosan. Akkor szaga van. Nem is etetjük, akkor a télen szellőztetünk, ugye ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a 27 fokos víz, kinyitod az ablakot, mert tök szép idő van télen, viszont a teknős a 28 fok vagy 27 fokos vízből beszívja a 6 fokos légköri levegőt, azonnal tüdőgyulladást kap. Ezek ilyen apró dolgok, viszont nagyon oda kell figyelni ezekre. Ha teknős, akkor én illetve ugye ragadozók, tehát hogy leginkább, tehát ezek halatesztőek, férgeket, csigákat, poltestőeket, úgyhogy ezzel is kell számolni. Tehát nem a banánt kell neki meghámozni, igen. Nem. Tehát, hogy ez legyük tudomásul, amikor ott, igen, amit mondtál, hogy féreg, meg csiga, az nem egy szép látványa. Azt el kell tárolni fagyasztóba, az igen. Ki is jön, illetve a maradék is ott marad, viszont mondjuk egy görög teknős, vagy volt teknős, amit egyébként csak kertben javaslok tartani,
Nekik viszont ugye megúszszuk gyomokkal, tehát itt felhívnám a figyelmet, hogy szárazföldi teknőst, az szinte kizárólag gazokkal etessünk. Tehát abban vannak azok az ásványanyagok és vitaminok, amire a teknősnek szüksége van. Illetve UV-zom én is, meg UV-zuk, de a napfény nem tudjuk pótolni. Úgyhogy szárazföldi teknős viszont nagyon jó társállat egyébként, én őket nagyon szeretem. Kint a kertben el vannak, szökésbiztos, ragadozó, látogató biztos helyet, hogy csinálsz neki. Az egy tök. Tehát ne a kocsi feljáró napozzon például a teknős lehetőség. Igen. Szerint, hogyha... Igen. Jó, de azok ki is telelnek egyébként odakint? Vagy akkor vagy velük mi történik? Az elmúlt néhány évben az a tapasztalatom, hogy kint is áttelel megfelelő körülmények között. Ez azt jelenti, hogy egy kis ház, ahova amúgy is kell nekik az eső elő, hogy behúzódjanak. És ebben a kisházba ott leássák magukat, és ezt jó vastagon be kell almozni szalmával, falevéllel, és akkor ezek át szoktak terelni. De én mindig mondom, na most kihagyom, de soha nem. Egyébként pont hétfőn megyek Taksonyba a barátomhoz a teknősökért, aztán lett még 8, úgyhogy ott van összesen 10 görög teknősöm, azokat majd kiásom, és akkor egy vízolaknába szépen átteleltetem. Tehát, hogyha teknős szeretnénk, akkor azért lehetőség szerint szárazföldi teknős legyen. Én azt javaslom, igen. És nagyon sokat kell utána olvasni, mert nagyon sok buktató van. Tehát, hogy ne legyen csőre, ne legyen a pálcélja nyomi, nem salátát adunk, nem uborkát, nem reszelt répát, megfelelő vitaminellátás, megfelelő hely, tehát megfelelő talaj, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a teknősnek kell is, hogy legyen a talaj. Kell jelentenünk bárhová is, hogyha tartunk ilyen, te például mondjuk teknőst? Van ilyen jelentési kötelezettség, vagy csíp? Nem tudom, ilyesmi. Igen, ez jó, hogy kérdezed, ugyanis az örök teknősök, illetve az összes európai szárazföldi teknős, CITES szentes új jelenlem alatt áll, amit 83-ban hoztak létre Washington, vagy 82-ben. Ugye ez a washingtoni egyezmény, a CITES. A CITES-ben az összes az állatok és növényfajok vannak, egyébként több a növény, mint az állat, például az orhidák is azok, akkor megveszed, és van az a kis pilét a mellett, az a, gyakorlatilag az az igazolás, hogy termesztett, nem pedig vadon begyűjtött. Ennek az a lényege, hogy legyenek ilyen állatok, de csak tenyésztettek. Elég jól szaporodik a görög teknős, de ennek ellenére azért szedik még össze a szervek, meg a mindenki is hozza. Tehát az is bűncselekmény, természetkárosítás büntette, ugye a büntet az 2 évtől indul. Ha elmész Görögországba, Horvátországba, jaj, de jó, hazahoztam a kis teknőst. Ez bűncselekmény, nem vicc, tehát ezt nagyon komolyan veszik a hatóságok, szerencsére. Nagyon-nagyon örülök. De tényleg van olyan, aki hazahozza a teknőst? Persze. Csomó. Hát nekem is rám írtak, hogy hoztam Görögországból, és hogy akkor most akkor salátát adjak, és nem hittem el. Főleg, hogy ezt nekem írtam, mondom, tök jó. Aztán leírtam neki, hogy azonnal vigye az állatkertbe, és ott át fogják ölni, kap egy ilyen úgynevezett fehér CITES papírt, hogy gyakorlatilag egy helyben kobzás, ilyet ott elkobozzák ki papíron. Egyébként, ha veszünk egy állatot, akkor ugye a haspáncéljuk olyan, mi nekünk az ujjanyomatunk. Ez azt jelenti, hogy azonnal le kell jelentenünk a hatóságnál, hogy a tulajdonunkba került, ugyanis a tenyésztő is le fogja jelenteni. Ha nem jelentjük le, akkor megbüntetnek. És utána el kell vinnünk bizonyos időközönként haspáncélfotózásra. Mert ahogy növekszik, változik a haspáncélnak a formája. Így van, ilyen 5-8 hónaponta, havonta változik ez a haspáncél, és ezért őt le kell fotóztatni. Ez olyan, mint az új lenyomat. Ez egy ilyen fotós személy, 2-3 lap, és utána, amikor eléri a 10 centis páncélhoz, akkor kötelező becsippelni, ezt a hátsó lába beteszi, mikrocsip, és az alapján már soha többet nem kell lejelenteni, viszont hogyha a változáson tulajdonosban azt is jelenteni kell, azt hiszem 28 napon belül, de legjobb, ha azon. Mi van, hogyha elpusztul az állat? Azt is ugyanúgy le kell jelenteni, az elpusztult állatok is, a preparátumot sem, tehát a teknős páncél sem tartatod meg mondjuk hamutartónak, most ez egy ilyen nagyon... De tényleg nem lehet meg... Például ezt nem is gondoltam volna, hogy... Tartani, hogyha kapsz hozzá papírt, nekem sajnos elpusztult egy teknősöm idén, és én azt a hatóságnak jelentettem, és hát ugye azért lassan őrülnek a malmok, rengeteg dolguk van, iszonyú sok dolguk van, és nincsenek olyan sokan, és ezért ugye minden lassabban történik. Na jó, de mit csinálsz egy elpusztult teknőssel? Tehát berakod egy dobozba addig, hát, vagy azért annak szó? Berakod a fagyasztóba, nekem is ott van, és utána lejelented azt, hogy ez is ez a csipszámú teknős, esetleg még egy fotó a dögről akár, azt nem kérik, de lehet. Elküldöd a hatóságnak, ők ezt tudomásul veszik, és utána kérsz egy papírt arról, hogy megtartasd a páncél. Én a páncélt egyébként úgy csinálom, hogy gyászbogár lárvával gyakorlatilag kirángatom a teknőst, és utána lelakkozom, mert ezek a pikkelyek lejönnek. Én ilyen nagy döggyűjtő vagyok, tehát csontváz, meg minden ilyesmi, úgyhogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. Béka,
gyönyörűek, szépek, brekegnek, valamelyik nyávok, hát azon behalok, nem tudom, mely, én hallottam valamelyik olyan furcsa, ilyen sípoló hangot ad, aranyosak, jó fejek, most valaki tesz, valaki szeret a békeket, valaki nem, de egyébként szerintem jó pufák. Velük mi a helyzet? Mert azért a nyílméreg béka se játék, azok szépek, színesek, tehát nagyon sokféle béka van, de mi az, amit lehet, mi az, amit nem, mi az, amit érdemes. Sőt, a nyílméreg békák azok még olyan, mint a fiúk, mint hogyha vadárcsicsergi is lenne egyébként, nagyon-nagyon kellemes, én nagyon szeretem hangjukat. Nyílméreg békát azt tökre lehet tartani. Tehát az egy nem egy, abszolút nem egy így. Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, nem az van, hogy ők csak akkor termelik ezt a mérget a hátukon, hogyha bizonyos ételt esznek, tehát vagy eledelt, most nem ételt nyilván, egy, tehát hogyha mi tartunk ilyen nyílméreg békát, akkor azt nyugodtan meg tudjuk fogni a kezünkben, mert nem mérgező a háta. Igen, egyébként, hogyha nincs jobb a kezeden, még a vadon fogottat is foghatod, ugyanis nem bőrön keresztül, nem ilyen transdermális, hanem sebeken vagy kisebb nyálkahártyákon keresztül szívódik fel. Tehát mondjuk, hogyha bekapsz egy szopogatni nyíméregbékát az Amazon, az eséllyel lesz baj, de egyébként a varangyoknak is ugye van a bufatoxin, hogy ezt a középkorban ezt pontosan tudták, hogy a királyok azt hogyan nyalogassák, illetve van ugye a folyami varangy, ami még a mai napig. Egyébként a nyíméregbékára visszatérve csak akkor mérgező, azokat a típusú fajokat, a szíjújót az ő ősazájában őshonos. Tehát olyan hangyát, olyan ízeltlábokat, amik csinálják a méregtermelést. Egyébként az egyetlen mérgező madár a világon, aki szintén ott él az Amazonasban, ugyanezt a technikát csinálja, mérgező a madár. Mert azokat a rovarokat teszi, illetve a nyílméreg béka elveszi a mérgező képességét fél év alatt egyébként. Tehát, hogyha itt rászoktatod a tücsökre azt, de nem szoktatjuk rá, mivel védettek, ők CITES 2-es rügelékben tartoznak, ami azt jelenti, hogyha veszel, csak tenyésztettet vehetsz, és az Európai Unión belül kapsz egy ilyen tenyésztői bizonylatot. Kivegy hozzád a Nemzeti Nyomozó Iroda, mert mondjuk szólt a szomszéd, akkor az öt darab békának megmutatod a papírját, itt nincsen csip, ugye a testükből, illetve a kétértő életpontból folyszatott dolog miatt, ez lehetetlen, de tudod velük bizonyítani, hogy tenyésztettek. Nagyon sokat hoztak be Európába, és aztán azokból, de stabil Európában mindenhol az állomány. Ez azt jelenti, hogy nem is nagyon engedik el őket? Tehát, hogy vagy azért előfordulhatnak mondjuk Magyarországon a természetben? Soha nem hallottam ilyenről. A mi nyílméregbékák az unkák egyébként, a sárga meg a vörös a sunka, aki szintén védett. Ugye ők is mérgezőek picik, ugye van ez az unka reflex, amikor így támadott, meglátja, és így hanyat vágja magát, hogy lássa, hogy ő színes a hasa. De némelyik békát szerintem is soha nem látott senki Magyarországon, ugyanis, hogyha ha mondjuk el is engedné valaki, az szerintem kb. 10 percig lenne ilyenet képes. Tehát az első szarka ezzel a rikító kékkel, sárgával. Ja, azonnal felszednék szegélykét. Igen. Most jön a keményebb rész, kígyók, skorpió, madárfok, de beszéljünk először a kígyókról. Hát rengetegféle kígyó van. Nyilván az a része egyszerűbb, hogy nyilván mérges kígyót nem tartunk. Tartunk mérges kígyót? Hát tartunk, ha van hozzá megfelelő végzettségünk, ez például biológus, állatorvos, állatgondozó, meg egy csomót még a törvényben ezt felmutatom, illetve meg az 5 év gyakorlatunk, ha aláírja az összes szomszéd, ha olyan mérges kígyót választunk, amihez nem kell ellenszírum, akkor azt meg tudjuk venni. Viszont ha kell ellenszírum, mondjuk valaki akar egy szép csörgőkígyót, akkor ezt a tortúrát végigküzdi magát, és utána olyan 5 és 8 millió között van évente az ellenszírum, ugyanis ugye 10 egységet kell tartani, ennek ampulája olyan 5-800 ezer forint egy darab. És lejár a szavatosság egy idő után? Évente persze, ugye ezek fehérjék, tehát ezek megromlanak, akár ugye hűtőbe tartod. És akkor van egy tök szép nyugati hímelthető csörgőkígyót, egyébként az állatkertbe gondoljunk csak egy kicsit bele, hogy ott az összes mérges kígyó mennyibe kerül évente, ez csak így zárójelbe, csak az ellenszírunk. Tehát nyilván az állatkertben is kell tartani, hiszen a gondozó, stb. Persze, hogy a törvény így adja elő, hogy antidótum kell a bizonyos méregelő állatokhoz. Vannak olyan, én bozóti perára szeretném egyébként most pont beadni az engedélyt, amihez nem kell ellenszírunk, mert az ő mérgük nem halálos. És de a törvény szerint nem kell, és akkor érdemes ilyet is beadod is, és megadják. Tehát én, ugye az ember úgy képzelje, hogy ők itt a vasárló bába, meg nem is tudom, a bemész a hivatalba is, úristen, nem így van.
velem nagyon kedvesek mindig, nagyon segítőkészek, és ők is emberek, tehát nekik nem céljuk, hogy minket szívassanak, hát viszont ők nem hozzák a törvényt, de betartatják kőkeményen, ami szerintem teljesen jó. Hát az alapján, amit elmondtál, nyilván egy átlagos állattartó nem a mérges kígyóval fog próbálkozni, akkor utána mi a, de az a kígyók azért olyan szépek azért, milyen klassz, jó, de az is meg tudám nőni, de hogy tudjuk, hogy hol a vége a sztorinak. Én még mérges kígyóra egy mondat, aha, amit a kedves hallgatók, hogy bárkit arra buzdítunk. Hát én 20 év kígyózás után, vagy nem, 10-15 kígyózás után, év után volt az első mérges kígyóm, egy koralkobra, ami, tehát ott is a fokozatosság meg volt, pici, nagyon gyenge mérgősz. Utána európai vipara, tehát az sem úgy van, hogy egyből veszel mondjuk pápaszemes kobrát, de ugye ez azért nagyon-nagyon kevés embernek adatik meg az országba, hogy legyen mérges kígyója, azért ez egy baromi nehéz terület. Az, hogy legyen mérges kígyód, az elvi kérdés, ego, nyugodtan őszint. Tehát, hogy miért tartanál mérges kígyót? Hiszen az magadra is veszélyes, környezeted is veszélyes, vagy azért, mert úgy gondolod, hogy már eljutottál odáig, hogy tarthatok mérges kígyót. Mint hogy valaki tart egy tigrist. Tehát, hogy... Én is azt mondom, hogy nekem volt is régen, és hogy nagyon szeretem őket, és hogy imádom őket. Biztos vagyok abban, hogy 1000%-ig biztos vagyok, hogy az is benne van, hogy az ego, miről beszélsz. Uh-huh. Hogy én már akkor egy penge csávó vagyok, hogy én ezt sima ügy. Na most ekkor köpött pofár engem egy kobra, meg előtte egy kobra harapott meg. Úgyhogy ilyen nincs, hogy rutin, tehát a rutin az mindig az ellenség. Úgyhogy a mérges kígyótartás azért hál' Istennek nagyon nehéz. Tényleg csak azt tartott, aki azt, tehát nagyon nehéz megszerezni. Visszatérve... Mennyibe kerül egyébként? Hogyha most valaki teljesen legálisan, nem tudom, valahonnan minden utat bejárva... Maga az engedélyekért egy forintot nem kér attól sem. Nem az enged, hanem mondjuk maga egy kígyó. Tehát mennyit ér egy... Figyelj, mondjuk egy homoki vipera, az egyik Magyarországon soha nem élt, és nem is él, ez egy ilyen tévedés. Magyarországon nincs homoki vipera. Akarsz homoki viperát, mondjuk annak... 200 000 forint? Nem is. Több millió? 30 000 forint. Tényleg. Tehát, hogy maga az értéke az egyébként nem... Nem. Mivel azért külföldön, ahol tök legál, azért ott sem úgy van, hogy nagyon veszek gaboni viperát, ami egyébként ugye gaboni vipera a legnagyobb mérgefogó kígyó a világon, 5,5 centis foga van, 10 mg halálos már a mérgéből, ő azért a biztonság kedvéért 300-at fecskendez, úgyhogy egy eszelős... Még véletlen sem maradj állva. Igen. Durva. Akkor sem biztos, hogy megmaradsz, ha azonnal dokit kapsz. 200 euró. De miért nincs ennyire értéke? Vagy azért, mert úgysem vesznek az emberek, és nem ezen múlik? Igen, vagy? Nem ezen múlik. Főleg ugye Nyugat-Európában ott az nem annyira releváns, hogy mondjuk, tudom én, 1000 euró, de ezt tud simán. Vannak 1000 eurós mérges kígyók is, sőt, hát a Mangshan Vipera, ami nekem a fétisem, az telefonnak, az is a háttérkép. Jó, de gyönyörű, te jó Isten. Kár, hogy nem látják. Ilyen pisztácia, zöld, szürke, hú, de gyönyörű. Igen. Imádom, ez több 1000 euró. Olvig ilyen. Most 2,5 méter, tojássakú vipar. Egyébként, aki ilyet szeretne látni, menjen Prágába az állatkempén, ott lejuttam a terárium elé, és ott... Néztel egy Orország, igen. Ugyanilyen volt az óriás szalamandra is ott, a prágai állatkert, szó. Jó, tehát gyakorlatilag akkor óriás kígyót érdemes tartani. Siklót. Kezdjünk. Gabonasikló a bocsánat, csak kicsit kevesen beszélek, és így elmentünk. Gagonasikló, ami nagyon-nagyon jó kezdő állat, sőt, nekem is van vagy 60 darab, tehát szerintem a haladóknak is ajánlható. Patkánsikló, különböző királysiklók, korassiklók, amiket ugye... De jön, megy, cuki, egy méter, igen, mekkora igen, körülbelül, tehát igen, kezelhető igen, dolog, el tudod... Nagy kaland. Olyan, mint egy macska megharapna körülbelül, amíg vagy még se, annyi se. Olyan se. Hallottam olyat nemrég, hogy fú, nekünk van tízispiklónk, tudom, hogy legálban van nekik, nyilván engem ez nem érdekel, nem is tudom, kiről már szó. Nem is hallottam, csak egy ilyen beszélgetésnél ott nemrég, és akkor mosolyogtam magamban, hogy ugye amatőr kérdéseket tett fel, hogy milyen talajt tegyünk alá, vagy ilyesmi. Tehát, hogy minek... Te akkor minek neked piton, hogyha minek, azt kérdezed, minek igen. Minek egy 4 méteres piton, amelyikén nagyon cuki, meg aranyos, meg nyugis. Ezt ugye a cirkuszokban ezeket vagyoztálták szerencsétleneket. De ha az egyszer morci, akkor morci. Én most például letettem boákat tegnap előtt, egy boa konstriktor, vörös sarkú boa, tehát aki akar kihívást, az nyugodtan vegyen, azért az egy 2-2,5 méteres állat. Egyik nőstény, az teljesen álmebeteg, kivettem, és már egyből csípet rúgott, harapott,
jött, így dobta magát felém, és ott el kellett gondolkodnom, hogy ott a part is nyilván lenyomtam a fejét, megfogta, mintha valami mérges kígyó lenne, nem volt kedve, hogy szétharapjon, egyszer nagyon-nagyon megharapott, több éve volt, így átharapta itt a kezemet, tenyeremnél alul, az itt, hogy kaja van, és akkor megkóstolt, és akkor belém tört, vagy mit tudom, hogy 20 fóval, az is azért kellene. Nem esik jól, igen. És akkor utána ott lefejteni a karomról van, vagy 15 kiló, 20 kiló, szóval azért nem játék, és ez egy boha, ami negárisan tartható, úgyhogy én azt mondom, hogy ez bőven elég. Meg ne tartom, de kígyót amúgy ajánlanál? Abszolút. Tehát kígyót úgy ajánlanék, hogy ha most is szembe jött velem egy kérdés, hogy vettünk egy bőrzén egy gabona siklót, mit adjunk neki enni, és hogy tartsuk? Tehát, hát akkor ezt először kellett volna megkérdezni, és utána megvenni. Hát. Tehát nem úgy megveszem a kocsit, aztán erre a jogsit. De hogy úgy rakjuk le a jogsit először. Tehát, hogy legyen egy jogsink, hogy mit eszik, hol él. De nagyon fontos a biológia is. Nem fogja tőlünk megkérdezni, hogy amúgy honnan származok, de tudjuk már, nézzünk már utána, hogy aga van a sikló Észak-Amerikában, hol él, milyenek az éghajlati viszonyok, miért hívják corn snake-nek, ugye angolul, milyen sikló meg a kígyó közt a különbség, egyébként semmi, minden sikló kígyó, úgyhogy ez egy rendszertani fogalom, hogy siklófélék, egyébként vannak mérges siklófélék is, mambák is. Na én ezért csodálkoztam, mert azért, amikor mondtad, hogy sikló, hát mondom, nem akartam hülyeséget mondani, de hogy a sikló között is van mérges kígyó. Hátsó méregfogasok is, ami pedig azt jelenti, hogy ugye ez a klasszikus vipera fog, amikor rönt egy injekciós tű előre csapja, mint egy bicskát. De akkor mi a különbség? Például a fekete mamba, akkor a sikló, de az miért siklófajta? A méret miatt? Vagy min múlik az? Sikló, mérges siklóféle, elafidé, a kobrák nagy része is. Uh-huh. Nekik másképp volt az evolúciójuk, mint egy... Tehát a kobra is siklófajta. Mérges siklófajta. Vannak a siklófélék, és vannak külön rendszertani kategória mérges. Tehát nem keverjük a vízi siklót a király kobrával. Nem ugyanaz a kávéház, igen. Itt a vízi sikló, annyi köze van, ez a kockás sikló, hogy ez a két vízi sikló Magyarországon a kobrához, hogy nem mérge van, hanem egy olyasmi enzim van a szájukban ezeknek a vízi siklóiknak, amitől így megmered az áldozat. Uh-huh. Megyünk a Balatonon, kockás sikló megfogja a halat, az miért nem mozog? Ezért. Uh-huh. Hát egy olyan speciális enzim van a nyálában, amitől ez így szinte lebénul. Magyarországon egyébként hadd mondjam el a szerelmeimet. 5 sikló és kétféle vipera él. A kétféle vipera a keresztes vipera és a rákosi vipera, amit a régi rendszerben parlagi vipera néven futott. Uh-huh. És ugye Rákosi elvtárs nevét nem viselheti, közben ugye Rákosi nem is Rákosi volt, csak felvette. A Rákosi vipera pedig Rákos mezején találta meg Hermann Otto, és aztán Mihály Lajos vipere, az is a latin neve, hogy Rákosi Iensis, a harmadik, vipera húzzini. Ezek leginkább ízeltlábokat tesznek, de egyébként azért zsákmányolnak rákcsálókat is. Tudtommal még nem volt varázs, a soha. Azon kívül, ha lenne marás, akkor is maximum egy darázs mérgének az erőssége, de nagyon-nagyon nehéz őket varázsra bírni. Nem fogunk velük találkozni. Tehát szokták mondani, hogy Rákosi Vépárát láttam Solyvár, vagy nem. Rákosi Vépár a szintei rezervátumban elkerített részen él a Kiskósságban, illetve a Hanságban kezdték el visszatelepíteni őket, ugye nagy a predáció, de azt jelenti, hogy 20 kis kígyóban mondjuk egy lesz felnőtt. Uh-huh. Akárhogy ott legnagyobb gond a Harpár Bálinték a Vépár központban őket előkészítik a nagybetűs életre. Megeszi őket a gólya, meg a... Így van. A vipera suli az ugye 2 év, és akkor engedik el őket, hogy jó erősek legyenek. Másik mérges kígyónk a keresztes vipera, aki a valódi mérges kígyó. Tudtom, hogy 2 halál eset volt Magyarországon, a 80-as években egy kisfiú lábát megmarta, illetve Benke Zoltán herpetológus, akinek a 10. marása volt, és... Már telítődött annyira a szervezete, gondolom méreggel, hogy már nem tolerálta. És az ellenszérum is azt nem úgy van, csak beadjuk, hanem azt a legvégső megjegyzi. És az Zoli úgy tudom magának adta be Tiszaháton is, és ez okozta az ő halálát. Úgyhogy ez egy borzasztó tragédia volt, ez 15-20 éve volt körülbelül, csak gyorsan vagy az idő, már nem tudom, melyik évben mi volt. Mi vagyunk az egyetlen ország a világon, ahol kétféle keresztes vipera él. Ugye az Emprini hercsébak a törzsalak, ez a vipera berus, illetve Somogy megyében ott a Batátoktól környékén ezek a fekete keresztes viperák, ezek a bosnyák-hegyi viperák, mert a legészabbi belterjedés, ez a bosznyázi szalfaj. Ha látjuk is elsiklani, illetve egyébként ott Lagyecsep környékén is élnek elég szép számmal.
nagyon kerülnek minket. Igaz, hogy süketek, de érzik a rezgéseket, meglátok minket, elmennek a fenébe. Illetve van egy siklónkat, kockás sikló, vízi sikló, erdély sikló, rész sikló, aki sajnos őt szokták leviperázni. Egyébként ő is áleleven szülő, mint a viperák, ez nagyon érdekes, és nagyon erősen kanibál. Kicsik úgy születnek, hogy ilyen dugóhúzóvá tekeredek, hogy anyuka ne tudja őket lenyelni. Egyből szülés után, tehát ilyen nem cuki. És van még a haragos sikló, aki itt nem messze, az ilyen a Duna mentén ilyen kis szigetszerű pici populációk vannak. Pókot akarunk? Akarhatunk. Vagy skorpiót? Skorpiót is akarhatunk. Ez az új állat veszélyes állattartási törvényből kivették azokat a fajokat, hál' az Istennek, amiket tarthatunk. Ilyenek a rendben. A távol-keleten ott van az asztalon, a tányérban a skorpió. Skorpiót tarthatunk, de én azt mondom, hogy azért legyen valamilyen tapasztalatunk előtte, tartsunk izerlámbút, tartsunk egy-egy madárpókot, madárpókból is. Kezdjük kezdésnek a göndörszörű tarantulával, akiket én is a bemutatókon adok kézbe, tök cuki jó fej, ne fogdossuk őket, meg is. Simízed a kis hátát, az elég, és akkor meg még van, még az se. Ezeket ugye mindent a szemnek semmit a kézleg, utána lehet egy genikulálta, vagy egy hámorja, amik ezek a színesebb dél-amerikai fajok, akkor utána mondjuk egy kicsivel lehet ilyen ázsiai erdőskorpió, vagy egy arizonai sivatagi, ezeket legálisan bejelentés kötelezettség nélkül tarthatóak. Ugyanúgy vehetjük őket, mint egy hörcsögöt az állatkereskedésben. Hogyha ezek az állatok elpusztulnak, akkor ezekkel mi a teendő? Ezekkel már azért nem olyan komoly a feladat, gondolom. De például mi van egy kígyóval, mondjuk? Hát én a Beresdi a barátomnak szoktam odaadni, hogyha ritkán elpusztul kígyó, csinál belőle nyakláncot, most ezt elfelejtettem fölvenni, abba akartam pedig jönni a fenébe. Kígyógerinc nyaklánc, meg karkötő. Egyébként én beszoktam őket rakni alkoholba, és akkor ott ilyen dúsztos üveg, hogy mint a nagymamánál a cseresznyen állam, ez kígyóval van meg, illetve most lefejeztem egy régi dögöt, és akkor az ő koponyáját azt így megcsinálom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Sziasztok, szia Pisti!